A búduló első állomása a Cefrepalota nevű kocsmában. Itt is megállhatnánk. Cefrepalota, érted? Mennyi költészet van benne? Nem tudom, hátul is hallik, mert szerintem felkavaró. Cefrepalota, érted? Cefrepalota, zöld az ablaka. Oda járnak a fiúk, a konyária. Bódulott első állomás a hóvirág. Hát így a sárga földig te nem jutsz el. Második állomás a síugró. Harmadik állomás a kobra. Mikor nincs erőd, de a nyakadat még be tudod húzni. Ez még nem a sárga fény. Akkor jön a buszsofőr. És jön az órajavító. Na, innen már lehet a sárga földbe menni. Sárga földbe furódta. Ott voltak az örökké szonnyasok, érted? Jakabbá ott volt, mutatta, hogy ő megpróbálta a reggeli fél litrest, fél decisre attól változtatni. De az se könnyű. Tudod? Zuhantak tovább, ott voltak a pokolnak tornáccán. Né, pokolnak kapuja, mély, széles. Ember, oda nem ám egy-egy jár, oda csapatoslag szoktak járni. Nagy hatalmas, széles kapu. Kocogtat az anyja. Nagy marha ördög nyitsa az ajtót, egy nagy marha kanördögét tetted. De olyan, ha te még láttál egy-egy nagy porció nagy marha ördögöt, még most vert ki a fejedből. Ez olyan volt. Meglátta az angyót. Hát te kisdeg angyó, te itt mit keresél? Hó, azt mondja. Én semmi. Ez itt nézd. Ez. Valami ember szagot érzek, ember bűzt, azt mondja az ördő. Eleven ember bűzt. Ó, hadd el azt a szimmatolást, itt fogja a bokámon. Milyen kíváncsi, emberbe ritka. Na, akkor állj odább, jöjjé. Be akar tekinteni, hogy mi a helyzet ugyan valós, tudod be? Jó, jó, jó. Félreáll az ördögét, tessék, ennyi az egész. Ha neki nem érdekes, mert azt lássa. Mi tekintettél a kicsi kíváncsi? Alkatilag volt ilyen. Nem bízta másra, tudod. Na, ha itt vagyos, érdeke. Fogyatkozik ez az emberfajta. Tehát, tudjátok, mit látod? Megmondom. Nagy, hatalmas kerekasztalt értetted. Tűz! Bogrács, sohut, egyes egyáltalában véve se. No, kerekasztó. Hol vagyok, ha mi ez? A nagy kerekasztó körül lelkek. Ebből mi valami emberek. Te, az asztal közepén fáj, jó bűzű étel. Lecsúj, töltött káposzta, nem lehetett tudni, de hogy jó, az igen. Párogó. Ez a valami. Mindenik léleknél egy-egy kalány. Na jó, kanál. Nem ez a lényeg. Karjánál hosszabb kalány. Na itt volt a baj. A lényegesebbik rész itt a lánynak egy se érte el a szájába. Hiába nyújtott a nyakát, érted? Percenkénti éhhalált haltak, érted? Terített asztal mellett.